Emeld át, az simán legurul. Sanyi, bánatot, hogy kihagytad. Életem legjobb motorozása. Takja egy kicsit megtorpan. Lehet, hogy várja a többieket? Nem tudom, mit csinál. Mindjárt ráközelítek. Ilyenkor lenne jó megtalálni az egyensúlyt. Ez a beülős technika, ez itt nem működik. Köszönöm. Aki majdnem leparkol, azt nézi, hova köthetni a csörlő. Hova rögzíthetni. Megérzem a Szabolcs, mert följött a hegytetőre. Hé, mehettél volna ott is. Mondj valami! Húd a Ferrari! Ez egy pár lábletétel volt, úgy látom. Öreg már gumim. Azon egy gázzal kell ott eljönni. Hát gyerünk le oldalra, de ne menjünk le. Csak följöttünk. Hát de itt már kicsit jobb.
pillanatra eltűnöttünk, hogy tényleg mi lenne az ideális gumiválasztás. Úgy látom ezt a slicket meg kéne egy kicsit így vágni, így be kéne írdalni, hogy látsz a gyári robátka a gumiba. Tehát, hogyha ilyeneket csinálnánk valami spéci forrószerszámmal, illetve a környezetünket fölmelegítenék körülbelül 40-50 fokkal, egész ideális lenne a helyzet. A tapadás így se rossz. És ezt látjuk, de... Ez a sárkidobos lánckerék? Igen, de elmondom, hogy jó a tapadás, tudod, onnan tudom? Maromira jól tapad a gumihoz a hó. Tehát jó a tapadás. Nézd meg, az ennyi mennyiben mintásabb. Aki egy fokkal jobbat választ. Ez azért, mert lapos a kerék, tudod, aztán kidobja. Berepedezik rajta, hogy a jégi fület, hogy tiszta sok. Magyarul beszél. Nincsen gomba, mehetünk haza. Mondom, olyan gombátlan itt minden. Ha leveszem a lábamat, ott talán lesz gomba. Te jó, tudod, miért fordulunk vissza? Már az előttünk élő dombra nem sikerült fölmennem. Ajaj. Van, aki otthon szerel a duruzsoló kályha mellett. Van, aki meg a tiszta fehér hóban. És most mit csinálsz? Ennek az az előnye... Nem a sárvédő. Eladásra készített? Nem, beragadt a kerék. Elejti a csavarokat, megtalálja a hóba, biztos. Egy rohadt erős mágnessel. Egy rohadt erős mágnessel itt fel tudnánk húzni az egész motort a domboldára. Nem biztos, hogy alumínium vázol. Akkor ezt megszoptuk. Várj, ez a telikerekes izé, ez jó? Ja, ez olyan, mint a biciklikbe. Nem baj, állítólag januárban elolod a hó. Tehát, mert ne kapd. Vagy bocsánat, Várci. Nézzük a mintáját, mert nagyon megy le az ember. Látod? Trial XL. Aha. Rodial. Ezt okay. A kicsit meg csak kibírja, nem? Beszorultak. No kintől. Para. Sárga nincs. Közé. Végül is én már majdnem motoroztam. Szerintem mi csak most kezdtünk bemelegedni. Ma még többet toltam, mint mentem, de jó. Látod, kellett volna neked ez a tankülés. Kellett volna. Rájöhettél volna. Már most inkább a benzin miatt, nem, Taki? Hát nem tudom. Ilyen sokat még nem fogyasztottál régen. Hát a dolg tetejére veget ad együtt, hát. Meg a tanküléssel lett volna plusz súly. Jobban nyomódott volna a kerék. Na, mutasd a üveget. Ez egy feles. Egy liter. Végre nem csak én tolom. Ez a téli gumi, ugye? Megyünk!
csillanom. Megállnak megpihenni. Ajaj. Az már remek. Jó móka lesz az, jó móka. Nem kell ez már neked? Feladod hirdetni? Várj, majd megtollak. Á, hiába, úgy sem. De hogy nem a csúrendő, várj, tíz, elrakom. Megy. Hol fog a húgy?